Valami a fék rendszerben nem volt százas. Amíg, picit olyan volt, mint hogy levegős lett volna a rendszer. De a fiúk lelégtelenítették egyszer az időmérő alatt is, és az időmérő előtt is. Nem volt jellemző ez a probléma a szabad edzésekre. Nagyon enyhén volt érezhető, ugye puhának a pedál. Az időmérőn egyszerűen, ha nem nyomtam mondjuk 10 másodpercen keresztül a féket, akkor teljesen beesett a pedál, és hát egyszerűen nem mertem így gyors köt bevállalni, mert biztos, hogy nem tudtam volna megfutni az időt. Lehet, hogy most nem utolsó lennék, vagy nem tudom pontosan, hogy hányadik vagyok, de lehet, hogy lehettem volna 3 helyen előrébb, vagy 4-jel, de az autó és a saját épségem érdekében úgy döntöttem én személy szerint, mert megkérdeztem a csapatot, hogy inkább kijövök a boxba, mert azt nem mondom, hogy életveszély, de hogy biztos, hogy valami nincs rendben a ugye az autóval, mert most ezt leszámítva nem igazán tudom, hogy mit mondjak. Kaotikus volt a Q1, tehát ebből még akár jól is kijöhettünk volna, de hát most úgy alakult, hogy egy picit nehezebb a kezdet, mint amire számítottunk. Nem hiszem, hogy tragédia történt volna, de egyelőre azt hiszem, hogy kicsit sok a technikai hiba, és keveset is tudtam menni. Ugye gyakorlatilag egy fél órás etapom volt eddig a hétvége folyamán, és remélem, hogy holnap esni fog az eső.